Rendőrautók a győri kettős gyermekgyilkosság helyszíne előtt. Néhány hónapja egy férfi, aki korábban többször is bántalmazta a feleségét, megölte saját és nevelt gyermekét is, miután feltételesen szabadult. A nők és gyermekek fokozott védelméről szól az isztambuli egyezmény. Bár Magyarország 2014-ben csatlakozott az egyezményhez, a KDNP most azt kéri, az országgyűlés politikai nyilatkozatban utasítsa el. Most már úgy látják, az egyezmény ellentétes a magyar alaptörvénnyel. Elő akarja írni a társadalmi nemek definícióját, és ezzel együtt a romboló gender szemlélet bevezetését, és rá akarja erőltetni az országokra a menedékjog nemi alapon történő biztosítását. A Patent Egyesület nevű jogvédő civil szervezet szerint az időzítés furcsa, az érvek pedig hamisak. Ez a KDNP anyák napi ajándéka a magyar nők számára. Maguk az érvek pedig nem érvek, az úgynevezett gender elmélet semmi egyéb, mint arra való figyelemfelhívás, hogy a nők elleni erőszak kérdése az egy társadalmi probléma. Spronc Júlia szerint az isztambuli egyezmény azt sem várja el, hogy a menedékkérő nőket helyezzék előtérbe a férfiakkal szemben, csak azt, hogy a politikai üldöztetés mellett a nőket ért erőszak is lehessen hivatkozási alap a menedékkérelemnél. A KDNP másik érve, hogy a családon belüli vagy kapcsolati erőszak már amúgy is bekerült a büntető törvénykönyvbe. A gyermekek védelme és a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés már évek óta része a magyar jogrendszernek. Szél Bernadett független képviselő ezen szemben arra emlékeztet, a kormány 2014-ben csatlakozott a nők elleni, illetve a családon belüli erőszakot elítélő isztambuli egyezményhez, de azóta sem ratifikálták. A számok szerinte azt mutatják, hogy a jelenlegi szabályozás nem elegendő. Most járványveszélyhelyzet van, és a témában tett bejelentések száma a statisztikák szerint az másfélszeres, tehát nőtt a kapcsolati vagy családon belüli erőszak. A Fidesz frakcióvezetőjének indítványára a KDNP-s képviselők javaslatáról már ma tárgyalhat az országgyűlés, és azt rendkívüli eljárásban akár a holnapi ülésnapon el is fogadhatják. Kéri Barnabás, RTL Híradó, Budapest.